A kormány még 2021. november 15-én rögzítette a benzinárakat, azóta folyamatosan jelentették be a rendelet meghosszabbítását, így jelenleg is maximum 480 forintért lehet Magyarországon tankolni. Az üzemanyagár stop visszaélésekre adott lehetőséget, környezetvédelmi szempontból is káros volt, hogy más országokból is hazánkba jöttek tankolni az autósok, ez Gulyás Gergely mondta a legutóbbi kormányinfón. A miniszter aztán múlt héten bejelentette, hogy péntektől, vagyis május 27-től már csak a magyar rendszámmal rendelkező autósok tankolhatnak a hatóságilag rögzített, alacsonyabb áron. A benzinkutakon örülnek az autósok, hogy maradt a 480 forintos literenkénti ár. Aki sokat megy, annak nagyon nem mindegy. Akár 10 000 forint is lehet egy különbség a tankolásnál. Reméljük előbb-utóbb ez rendeződik, ez a borzasztó helyzet. Talán visszatérünk, már nem a régi kerékvágásban, mert szerintem az már nem lesz, de hát spórolni kell, meg kell gondolni, ki hova megy. Az Európai Unió egyes országaiban a 900 forint fölötti literenkénti benzinár sem ritka, így a magyar autósok jelentősen olcsóban tankolhatják meg az autókat, ha fizetésnél felmutatják a forgalmi engedélyüket, így tudják igazolni, hogy magyar bejegyzésű a jármű. Pont tegnap tankoltam a másik autónkba, 41 000 forint helyett csak 28 100 forint lett, úgyhogy elég tetemes a különbség. A benzinkutak melletti totemoszlopokon mindenhol csak a hatósági árat tüntetik fel, viszont a kútfejeknél a piaci ár jelenik majd meg. Viszont a pénztárnál csak a maximum 480 forintos literenkénti árat fogják fizetni a magyar autósok, amennyiben felmutatják a forgalmi engedélyt.